vendéglátósok, éttermek, sörözők és kávézók is pályázhatnak az egyszeri, vissza nem térítendő támogatásra a Kereskedelmi és Iparkamara önkéntes tagjai közül, de ugyanígy igényelhetnek forrást a személyedzők, vagy akik úgynevezett közérzetjavító tevékenységet folytatnak, például edzőtermet működtetnek. Újszerű pályázat a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamarának. Azért újszerű, mert ilyen még nem volt. Ez a pályázat most meghatározott ágazatban tevékenykedő vállalkozásoknak íródott. Ezt nevezetesen a turizmus és vendéglátás, tehát szálláshelyszolgáltatással, illetve vendéglátással foglalkozó vállalkozásoknak, illetőleg fizikai közérzetjavító szolgáltatásban, ilyen konditerem, testedzés szolgáltatás nyújtó vállalkozásoknak kidolgozott működési támogatás. Ugye itt a pandémia talán ezt az ágazatot érintette leginkább, és hát terveztük egyébként korábban elindítani a pályázatot, de nyilván ugye a szükséges forrásoknak az előteremtése hát időigényes folyamat, és most szeptember 1-ére állt össze minden technikai feltétel és adottság ahhoz, hogy akkor el tudtunk indulni, vagy el tudjunk indulni. A pályázat kiírói úgy állították össze a feltételeket, hogy gyakorlatilag mindenre lehet pénzt igényelni, ami az érintett cégeknek kiadást jelenthet. A pályázati felhívás éppen abból adódóan, hogy minden vállalkozás más, minden vállalkozásnak más lehet a működéssel kapcsolatos nehézsége, már ami itt a járványügyi helyzetből adódott, ezért nem szabtunk határokat. Iránymutatásként megjelöltük, hogy bérköltségre például, vagy készletfinanszírozásra, vagy alapanyagok beszerzésére, de eszközfejlesztésre is fordítható, marketing kiadásokra, tehát tényleg ami a vállalkozás működéséhez kapcsolódik, az minden belefér. A pályázatokat szeptember 15-ig lehet benyújtani, a beérkezett igényeket a kamara szakemberei és a forrásbiztosító cégek képviselői értékelik majd ki. A részletek és a mindössze néhány oldalas igénylőlap a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapjáról tölthető le. Nagyon fontos a pályázat kapcsán, ezt kihangsúlyoznám, hogy önkéntes kamarai tagsággal rendelkező vállalkozásokra gondoltunk, tehát akik már adott esetben több éve önkéntes kamarai tagok, ami nem összekeverendő a kamarai hozzájárulással. Ugye itt az önkéntes tagokat ezért is, vagy ezzel a pályázattal is próbáljuk segíteni, akik már adott esetben több éve kapcsolatban állnak velünk, és hát nyilván ugye a kamara által nyújtott szolgáltatásokat egyébként is díjmentesen vagy jóval kedvezményesebben tudják igénybe venni. Ez a pályázati felhívás, ez újra egy ilyen plusz dolog. És hát, hogy visszatérve a kérdésre, hogy hogyan lehet pályázni, a honlapunkon a pályázati felhívás, a pályázati formanyomtatvány, a bírálati szempontrendszer, illetve a támogatói jogirat tervezett elhelyezésre került, ott a részletek megismerhetők. Nagyon egyszerű pályázati felhívást, illetve pályázati formanyomtatványt raktunk össze, azt gondolom. Itt a kis csapatunk tényleg próbálta nagyon leegyszerűsíteni 3-4 oldalba összefoglalni azokat a fontosabb információkat, amik ahhoz kellenek majd, hogy rangsoroljuk majd a beérkezett pályázatokat. Az elnyert összeg 50 ezer és 1 millió forint között lehet. Nyilván majd a beérkezett pályázatok számától függően a bírálóbizottság fog majd arról eldönteni, vagy arról dönteni, hogy adott vállalkozás mekkora összegű támogatásra jogosult. És ugye itt ugye önrész nem szükséges, tehát gyakorlatilag ez egy vissza nem térítendő pénzügyi forrás, amivel egyébként december 31-éig tud elszámolni a pályázó, számlákkal igazolja. Előfinanszírozásban megkapja a támogatást, de nyilván ugye azt be kell mutatni, hogy mire használta fel. És ehhez kapcsolódóan nyilván mondjuk egy készletbeszerzésnél egy anyagköltség számla
elegendő lesz ahhoz, hogy megfelelően igazolja, hogy valóban működési támogatást. A kamaránál úgy számolnak, hogy a támogatásra jogosultak közül, ha mindenki igényel forrást, akkor mindenkinek jut is. A tender kiírói egyébként később is terveznek hasonló támogató programot indítani a tagjaiknak. A célok között az is szerepel, hogy a jövőben akár eszközfejlesztés is tudjanak támogatni.